köszöntöm Önöket! Ez a Kávé TV híradója július 2-án, Kazincz Balcika és a térség legfontosabb információival. Főbb híreink egy-egy mondatban. Kórház. Több mint 800 milliós fejlesztés a balcikai és az edelényi kórházakban. Konferencia. A térség első szennyvízi szakkomposztálójáról tájékoztattak. Szent Iváné, neves fellépők, látványos programok az év legrövidebb éjszakáján. Lezárult kedden a struktúraváltás és integráció az edelényi és kazincbarcikai kistérségek kórházaiban című projekt. A fejlesztésnek köszönhetően mintegy 860 millió forintos támogatással a Kazincbarcikai Kórházban megújult a járóbeteg szakellátásnak otthont adó épület, az edelényi Koch Róbert Kórházban pedig egy új építésű, intenzív osztályt hoztak létre, továbbá műszereket is beszereztek. Felújított folyosó, átalakított szobák. Így néz ki a Kazincbarcikai Kórházban kedden átadott járóbeteg szakellátásnak otthont adó épületrész. A felújítás az elmúlt hónapokban folyamatosan zajlott. A projekt az új Széchenyi terv társadalmi infrastruktúra operatív program keretein belül valósult meg. Ez egy 860 millió forintos összköltségű, 100%-os támogatottságú projekt volt, amiből a Kazincbarcikai Kórházra 650 millió forint jutott. Ebből a 650 millió forintból a Kazincbarcikán a járóbeteg részt újítottuk fel, illetve az étkezőből csináltunk egy kisebb étkezőt, az ebédlőből modernizáltuk, illetve három ultrahang gépet sikerült beszereznünk, ami a kardiológiai, nőgyógyászati és urológia munkáját fogja segíteni. Az edelényi Koch Róbert Kórházban pedig, mely a megye és a régió egyetlen tüdőszakkórháza, egy teljesen új építésű, hatágyas intenzív osztályt hoztak létre, mely minden tekintetben megfelel a korszerű intenzív osztályok kialakításával szemben támasztott szakmai előírásoknak. Emellett pedig beszereztek egy olyan mobil röntgenberendezést, amellyel az intenzív ellátást igénylő betegeket közvetlenül az osztályon tudják megvizsgálni. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő örömét fejezte ki a fejlesztések kapcsán. Mint azt a Kávé TV híradójának kérdésére elmondta, az egészségügy átalakítására szükség van, azonban ennek módját a szakembereknek kell megmondania, hiszen ők ismerik a térségben felmerülő ellátásokkal kapcsolatos igényeket. Hangsúlyozta, az átalakítással kapcsolatos egyeztetések jelenleg is zajlanak. Nem szeretném megmondani, hogy mit kell tenni, hanem mondják meg azok a kórház igazgatók, akik az adott megyében élnek, látják a problémát évek óta, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy kevesebb adóság keletkezzen a kórházaknak, és ugyanakkor hogy lehet mégis fejlesztéseket elérni. Tehát ez az egyeztetés zajlik most, és ennek az egyeztetésnek, ahogy említettem is itt a beszédemben, van egy nagyon pozitív és örömteli híre vagy eseménye. Ez pedig az, hogy itt Borsod megyében egyedül a Kazincbarcikai Kórház, sok legenda keringett arról, hogy meg fog szűnni a szülészet, nem fog működni, hát 5 új aktív vágyal fog bővülni, tehát mindenkit meg lehet nyugtatni, hogy fognak Kazincbarcikán ezután is gyermekek születni. A projektnek köszönhetően a térségben élők a korábbinál magasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz juthatnak hozzá, illetve a szakemberek is kedvezőbb körülmények között dolgozhatnak. Szennyvízi szap, mint termék a mezőgazdaságban címmel tartottak szakmai konferenciát az ERV ZRT 2-es telepén június 30-án. Az eseményen a térség első szennyvízi szap komposztálójával kapcsolatos előadásokat hallhattak a meghívottak. Az Európai Unió támogatásával és a kohéziós alap társfinanszírozásával valósul meg az ERV ZRT Kazincbarcika Berendei térség szennyvízi szap komposztáló projekt, mely a térségben mintaértékű. A költségek 95%-át, azaz csaknem 750 millió forintot a Környezet és Energia Operatív Programból nyert támogatás fedezi. A projekttel kapcsolatban tartottak szakmai konferenciát kedden délelőtt. Jelenleg maga a térségi szennyvízszap komposztáló a kivitelezés időszakában áll, ezt most ez év 2015. szeptember 30-ára be kell fejezni, illetve az első prizmákat el kell kezdeni, hogy gyártjuk.
Tehát maga a folyamat egy termék előállítás, mint ahogy ezt már többször említettük. A mai szakmai konferenciánkon, ami gyakorlatilag a mezőgazdasági termelőknek szólt, elsősorban a forint per hektára lett kihegyezve, hogy belátható legyen, illetve belátható azt, hogy a mezőgazdasági termelőknek célszerűbb, illetve pénzben kifejezhetően olcsóbb szennyvízszapor komposztot vásárolni, mint szerves műtrágyát használni ezek helyett az anyagok helyett. A divízió vezető azt is hozzátette, hogy fontos szempont volt a környezettudatosság is, hiszen nem veszélyes hulladékból állítanak elő terméket. Tehát a szennyvíziszap környezettudatos felhasználása, a mezőgazdasági kihelyezés, mely megfelelő kezelés után a hazai és a szigorú EU előírásoknak is megfelel. A nyári időszakban előforduló tüzek megelőzése érdekében tartott tájékoztató fórumot a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség június 25-én. A rendezvényen külön kitértek az aratási munkák biztonságos végrehajtására és az ezzel összefüggő tüzek megelőzésének fontosságára is. A katasztrófavédelem célja a tájékoztatók megtartásával az, hogy évről évre kevesebb tűzeset történjen a nyári, aratási időszakban, illetve ha mégis bekövetkezik egy tűz, a munkavállalók tudják a pontos teendőiket. A célunk egy és ugyanaz a gazdákkal, hogy a betakarítás minél gördülékenyebben és biztonságosan lemenjen, ezért hívtuk őket ide, és elmondtuk, illetve átbeszéltük azokat a szabályokat, amik vonatkoznak rájuk. Először is kezdeném a gépszemlékkel, hiszen azzal indul a betakarítás. Minden gazdálkodónak a gépszemlét, amikor végrehajtja utána, mi bekérjük a jegyzőkönyveket, és több esetben az én kollégáim ellenőrzik a helyszínen a gépszemre végrehajtását. A gépszemlék alkalmával a katasztrófavédelem munkatársai ellenőrzik a gépek műszaki állapotát, hiszen a gazdák csak akkor kezdhetik el a betakarítási munkákat, ha minden követelménynek megfelelnek az eszközeik. Majd ezután, amikor a betakarítás ténylegesen elkezdődik, a helyszínen is ellenőrizzük adott esetben a betakarítást, ehhez nem nagyon ragaszkodunk, hiszen akkor a gazdáknak más dolguk van. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmüket például az üzemanyagok közúti szállítására, hiszen ezeket a gépeket tankolni kell, üzemanyaggal fel kell tölteni, és a helyszínen történő feltöltése is. Erre is vonatkoznak szabályok. A kirendeltségvezető még azt is elmondta, hogy az utolsó lépés a betakarítást követően történik, amikor a termények tárolására, illetve szárítására vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik. Hagyományteremtő célra rendezték meg az első kazincbarcikai Szent Ivánét múlt szombaton. A rendezvényen számos zenei és egyéb programmal várták az érdeklődőket, a sztár vendége Kompakt Diszkó volt. Szinte teljesen megtelt a Rákóczi tér, a Kazincbarcikán idén először megrendezett Szent Ivánéi programok alatt múlt szombaton. Szent Iván éjszakájának a június 23-áról 24-ére víradó éjszakát nevezik Magyarországon. Ekkor kezdődik a csillagászati nyár, ez az évnek a legrövidebb éjszakája, ami a néphagyomány szerint mágikus eredettel bír. Számos népi hiedelem kapcsolódik ehhez a népszokáshoz. Például ezen az éjszakán, ha éjfélkor gyógynövényeket szerünk, azok kétszer olyan hatásosak, mint hogyha máskor gyűjtenénk be őket, vagy például a pontban éjfélkor leágott faágakból tévedhetetlen jós eszközöket készíthetünk. A népszokások legfőbb motívuma a tűz, rengeteg tűzhöz kapcsolódó népi hiedelem él ekkor. Tűzből és misztikumból a Rákóczi téren sem volt hiány. A rendezvény ideje alatt a gyermekek háza kézműves ház, misztikus játszóházzal várta a kicsiket és a nagyokat, de bárki megjósoltathatta jövőjét is. A programon először a Csodamalombáb Színház várta a legkisebbeket, majd Szemerei László bűvész mutatványaival varázsolt el a tömeget. Zenés és táncos programok is várták az érdeklődőket Szent Ivánékor. Előbb Szingviki, majd Nagy Ricsi lépett színpadra, de bemutatót tartott a Főnix tűzzsonglőr és akrobata csoport és a Flash Tánc stúdió is. Juhász Rita, a Barci Kart Kft. Ügyvezetője a KVTV híradójának azt mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy Kazincbarcikán nagyon népszerűek a zenés, kulturális programok, így a tervek szerint a következő években is lesznek majd programok az év legrövidebb éjszakájához kapcsolódóan. Nem volt még Szent Iváné Kazincbarcikán, ezért gondoltuk azt, hogy mostantól nagyon szeretnénk, hogyha minden évben megrendezhetnénk ezt a rendezvényt, és úgy látjuk, hogy nagyon nagy
igény van rá, hiszen nagyon sokan kijöttek, és nagyon, nagyon nagy szeretettel és örömmel veszik az emberek ezeket a programokat, amiket a Szent Iváné kapcsán szerveztünk. A színes programokat este a Sztár Vendég, kompakt diszkó, tüzes hangulatú koncertje, fényfestés, majd lufi eregetés zárta. Vince Andrea Victoria képzőművész festményeiből nyílt kiállítás szerdán az Egyes Számú Üdések klubjában. A tehetséges kazincbarcikai művész főként portrékat fest, fiatalokról, idősekről, néha fiktív személyekről. A kiállítás megnyitón Svéd Mátyás zenés műsorral kedveskedett a vendégeknek, majd István Zsolt, a kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, emléklappal és virággal köszöntötte a festőt. A különleges tárlatot egy hónapon át tekinthetik meg az érdeklődők. Családi napot tartott dolgozói számára a Kazincbarcikai Kórház Semmelweis nap alkalmából a Kazincbarcikai Sportközpontban. Az egész napos program az egészségügyi dolgozók ünnepe alkalmából díjazott munkatársak köszöntésével kezdődött, majd egész nap fellépők követték egymást a színpadon, de sportprogramokkal és gasztronómiával is várták a résztvevőket. Semmelweis nap az egészségügyi dolgozók ünnepe, és azt gondolom, hogy a jelentősége, mint minden ünnepnek, az, hogy egy kicsit a hétköznapok szürkeségéből kilépjünk, és egy kis vidámságot adjunk a dolgozóinknak, megtisztelve ezzel az ő munkájukat. Sok mindenre alkalmasak ezek az összejövetelek, sok mindenre jók, közösségépítésre, egymás megismerésére, mint említettem, a szürke hétköznapokból való kilépésre, sportolásra, egy kis evés-ivásra. Nyári karbantartási szünetet tart a KVTV július 6-a és augusztus 3-a között. Ezen időszakban a képújság üzemel, a hirdetésfelvétel folyamatos. A karbantartási szünetben a Barcika 6 Kft. Kommunikációs központja nyitva tart, a televíziós táb ügyeletesei elérhetőek. A szünet a Barcika Presst nem érinti, a lap júliusban is folyamatosan megjelenik, a Kazincbarcikai Mozaik pedig fesztivál külön számmal várja majd az olvasókat. Augusztus 4-től augusztus 31-ig a 3. Color Fesztivál ideje alatt Fesztivál TV-vel jelentkezünk. Megszokott műsoraink a Híradó, a Presszó, a Hétügye, a Testületi Napló és a Helyzetkép augusztus végén térnek vissza a képernyőre. A biztonságosabb villamos energiaellátás érdekében áramszolgáltatási szünet lesz július 10-én pénteken 7 óra 30 és 11 óra között a Nyárfa úton. Július 13-án hétfőn délelőtt 10 és délután 2 óra között pedig a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ nappali melegedőjének épületében, a városi strandfürdő melletti garázs soron, a csónakázó tó feletti pince soron és a sörkertben. Tájékoztatja a lakosságot az Észak-Magyarországi Áramszolgáltató NRT. A szolgáltató biztonsági okokból felhívja a szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezik, a hálózatok előzetes értesítés nélkül visszakapcsolják. A KVTV híradóját látták, műsorainkat, híreinket a www.barcikaart.hu oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Garázs.